történeti tudatban is egy meghasonlást okozhat az emberek gondolkodásában, ha mélyebben bele gondolunk. És a mai nap elején hallottuk püspök úrnak a szép gondolatát, hogy azért vagyunk, hogy a nehéz kérdéseket végig gondoljuk, és a nehéz kérdéseknek a végére tudjunk járni. Ez is egy nagyon nehéz kérdés, úgyhogy kérem tisztelt figyelmüket, és megpróbálom röviden összefoglalni az új kutatásoknak az eredményeit. Ha beletekintünk a forrásanyagban, akkor azt látjuk, hogy vége, hossza nincs azoknak a terveknek, kijelentéseknek, megállapításoknak, amelyeket Rákóczi a békével kapcsolatban leszögezett. Néhányat hagy idézzek, annyira óhajtom a békét, hogy legszebb birtokomat adom annak, aki elősegíti, hogy jól megalapozott, szilárd békéje legyen a Magyar Királyságnak. A sokféle megfogalmazás után az emlékirataiban így foglalja össze a békével kapcsolatos elképzeléseit: semmit nem mulasztottam el, ami jó békéhez vezethetne, olyan békéhez, amely megegyezik a szabadságainkkal, amelyekért már annyi vért ontottunk.